Úgy gondolom, hogy egy örömteli kezdeti pillanathoz jutottunk el, ami Salgótarján életében egy fontos állomás. Ezekkel a szavakkal indította bevezetőjét Salgótarján polgármestere azon a ceremónián, melyen együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá az Óbudai Egyetem vezetőivel a felsőoktatás salgótarjáni újraindításáról. Fekete Zsolt az előkészítő folyamat összegzése végén hangsúlyozta, bízik abban, hogy a városban jelenlévő felsőoktatás kutató szellemi műhelyként is funkcionál majd. Réger Mihály rektorhelyettes elmondta, hogy bár nem volt egyszerű az előkészítés, elhatározás szintjén minden feltétel adott a folytatáshoz. Azt mondhatom az egyetem vezetése nevében, hogy a mi oldalunkról ez egy komoly döntés, tisztában vagyunk a nehézségeivel, de egyfajta misszió is, amit mi tudatosan fölvállalunk, és ez a misszió összhangban van a idén már leadott intézményfejlesztési tervünkkel, ami egy 5-10 éves táblázatban alapvetően az intézmény jövőjét meghatározza. És ez az intézményfejlesztési terv, és főleg ennek ez a része, illetve ez a része is összhangban van a fokozatváltás a felsőoktatásban című felsőoktatási stratégia megfelelő pontjaival. Tehát ezt komolyan gondoljuk, erre energiát, időt fogunk áldozni, és úgy gondolom, hogy ezzel a fogadókészséggel minden jel szerint egy sikeres indulás után egy sikeres megvalósulás is megtörténhet. Az oktatási főigazgató a tájékoztatón szólt a kezdeti lépésekről és a felsőoktatás újraindításának gyakorlati részleteiről. A mi elképzelésünk 2017. szeptemberi. Ekkor szeretnénk indítani a képzést egyértelműen, és ennek az egyik oka feltétlen az, hogy ezt megelőző fél évet, pedig egy hagyományos szóval élve előkészítő fél évnek szálljuk. Ez az előkészítő fél év, ez nem csak annyit jelentene elképzelésünk szerint, hogy hagyományos értelemben van mondjuk matematika előkészítő, vagy fizika tárgyból előkészítő, ahogy ez lenni szokott, sokkal többre gondolunk, tehát arra, hogy ezeket a fiatalokat szélesebb értelemben felkészíteni egy egyetemi polgáréletre, hogy pontosan azért, amire ön is célzott, hogy azokat az akadályokat, amelyet különösen egy első fél évnek a teljesítése jelent az egyetemen, tudják venni. Hát nem titok, a legtöbben az első fél évben morzsolódnak le az egyetemeken, ez nálunk is így van, műszaki területen különösen, és szeretnénk ezt a lehető legkevesebbre csökkenteni. Kártyás Gyula felhívta a leendő hallgatók figyelmét az egyetemen magas szinten kidolgozott távoktatás lehetőségére, melyet már előkészítő szinten is elérnek a leendő hallgatók, csak jogosultságot kell kérniük. Ez a jogosultság adás azt jelenti, hogy ezek a hallgatók ezekhez a tananyagokhoz, felkészítő anyagokhoz hozzáférnek. Ennek az előnye az, hogy bármikor, amikor éppen ráérnek, ez lehet szombat délután, lehet egy hétköznap, folyamatosan tudnak készülni ezekből a e-learninges tananyagokból, ami nagyon összetett a videófilmtől a leírt anyagokig, például heti rendszerességgel elérhető ellenőrző kérdések, stb. Tehát mindezekre gondolunk, és nagyon fontosnak tartjuk ezt a bizonyos felkészítő. A tájékoztató végén a felek aláírták az együttműködésről szóló szándéknyilatkozat dokumentumait.